Kedi csókolom, jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatalból résztvevő dolgozókat, akik segítik a munkánkat, minden meghívottat, aki részt vesz az ülésünkön, és a televízió nézőit, akik figyelemmel kísérik a testületi ülés folyamatát. A testületi üléshez, ahhoz, hogy a létszámot meg tudjuk határozott képességet meg tudjunk állapítani, kérem képviselőtársaimat, hogy jelentkezzenek be. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 11 fővel jelen van. Egy fő igazoltan előrejelzett ok miatt távol maradt át a testület határozott képes, így a testületülésünket megnyitjuk. Úgy tudom, hogy mindenki megkapta a testületülés anyagát. Azt kérdezem képviselőtársaimtól, hogy van-e olyan kérdés, amelyik ezt a kiküldött tárgyalási anyagot módosítsa, akár a napirendi pontok sorrendjével, akár azzal, hogy vegyünk föl más anyagot. Hogyha nincs, akkor nekem lenne egy javaslatom, hogy plusz napirendi pontként a kiosztott, és úgy tudom, hogy mindenki látta, kiosztottuk előre az anyagot, és e-mailben megkapta az anyag másik részét, hogyha jól tudom. Én azt kérem képviselőtársaimtól, hogyha egyetértenek vele, akkor Linkwing várossal való testvérvárosi kapcsolat felvételről szóló előterjesztést, amelyik szóbeli előterjesztés lesz részben, mert részben az anyagot, a képeket már megkaptuk, ezt vegyük fel a napirendi pontok közé. Én azt kérem, hogy aki ebben egyetért, az szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület elfogadta a napirendi pont felvételét, és kiegészül ebben a mai napirendi pontunk. Ezután megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását, az első napirendi pontra térnénk rá, annak is az első részére, tájékoztató két ülés közötti tevékenységről. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés az első napirendi pont első részével kapcsolatban van-e valakinek? Véleménye? Ja, bocsánat, én még a régi szerint megint így vagyok. Jó. Kérdés, akkor Ander István képviselőtársamnak adom meg a szót. Képviselőtestület, polgármester úr. A polgármester úr találkozott és megbeszélés folytatott Keszi László úrral, a Veolia Kft. Képviselőjével, abban a témában a lejáró szerződésekről, melyek meghosszabbítása megtörtént. Ez szerepel a anyagba. Melyik szerződésről, melyik megállapításról van szó, ugyanis másik napirendi pontként tárgyaljuk a meghosszabbítást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remes Gábor úrnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim! A polgármester úr találkozott a Rosettum Kft. Megbízott képviselőjével, és itt a leírás szerint a város további energiapolitikát érintő fejlesztési pályázati lehetőségekről is szó volt. Erről, ha hallhatnánk pár szót. Mégis milyen irányban gondolkodunk? Köszönöm szépen a kérdéseket. Van-e még valakinek kérdése? A kérdéseket elzárnám, megpróbálok válaszolni rá. Tulajdonképpen mind a kettő ugyanarról szól, mind a két kérdés. Hogyha jól értettem. Ott valószínű egy elírás van, én nem vettem észre és elnézést kérek, de jegyző az, hogy mindjárt megnézi, mert természetesen most tárgyaljuk úgy, ahogy képviselő úr mondta, most tárgyalja a testület ennek a esetleges meghosszabbítását, hogyha a testület rábólint, bizottságok tárgyalták. Természetesen a
másik kérdés, amit Remes képviselőtársam tett föl, tehát mindenféleképpen tárgyalunk abba, hogy hogy lehetne olcsóbbá tenni azt a fajta szolgáltatást, amit mi nekünk muszáj igénybe venni fűtésre és egyéb dolgokra. Ugye a bizottsági ülésen elmondta Keszi úr, hogy mi mindennel foglalkoznak ők, tehát ezt is végtárgyaltuk, hogy például a pécsi hőerőműben ők mondjuk faforgácsot, tehát fával fűtenek, mi mindent használnak ehhez fel, ezen kívül még biomassa energiával. Ugye abban is megegyeztünk, hogy vele, hogy nekünk ez most itt nem aktuális, mert nincs ennyi alapanyagunk itt helyben, amit össze tudnánk gyűjteni, ami képződne, és ennyire meg ami most van, egy dolgot lehet, hogy beszállítjuk más felhasználóhoz. Ezt nem értem. A Remes úr a Kárszabó Imrére kérdezett rá, nem a Veoliára. Ott vannak a energetikai fejlesztési pályázati lehetőségek. Ja, értem. Most akkor én nem értettem a Kászabót, nem értettem, tehát azért tettem ehhez, akkor elnézést kérek. A Kászabó Imrébe természetesen tárgyaltunk, mivel az egyik pályázatot, amelyik a strandon most indul, ugye, ez most a napokban elindul a kivitelezése, erről tárgyaltunk, és azon kívül én nem tettem le arról, tovább folytatom a tárgyalásokat. Az 500 megawattos napelemrendszerről, amelyiket szeretnénk megvalósítani, valószínű 500 kilowattos, bocsánat, nem megawattos, ugye energiarendszerről, amelyiket szeretnénk megcsinálni, és erre elméletileg egy régebbi tárgyalásnak a folytatása ennek a területéről. Újra megkérdeztük azt, és próbáljuk elérni azt, hogy a rekultivár területen, amelyik a szeméttelepnek az egész területből 2 méterre való, 2,5 méterre való kiállásának a tetejére tehetnénk ezt a rendszert, hogyha pályázatot tudunk nyerni, és természetesen kérem azokat az információkat folyamatosan, hogy mikor lesz erre pályázat, mennyi pénz van erre, és hogyan lehet ebbe belépni. Ők szakértők ebbe, idehozta azt a fejlesztő mérnököt, aki az a társaság, aki ebben foglalkozik és tanácsokat adott benne. Ezen kívül természetesen nem tettünk le arról, és a másik energiahatékonysági tárgyalásod a közvilágításról szólt, hogy azt a közvilágítási programot, amit a múltkor nem nyertünk meg, és már pályázatként beadtuk, az hogy lehetne élővé tenni és újra pályázni arra, hogy Barcs közvilágítását olcsóbbá és hatékonyabbá tegyük. Tehát ez a három tárgyalás volt. Egyrészt tájékoztattak arról, hogy mikor indul a várhatóan melyik héten indul, tehát augusztus első hetében indul a kivitelezés a fürdőn, ami megnyert pályázat. A másik része pedig ez a két pályázati lehetőség, amelyikre úgy néz ki, hogy lesz pályázat kiírva, tehát van rá pénz elkülönítve a költségvetésbe, és azért készülünk előre, ha nincs is kiírva a pályázat, de nekünk legyen kész anyagunk, mert azt azért mindenkinek látni kell, hogy ha nincs előkészített anyag, amit be tudunk adni a kiíráskor, akkor már nincs annyi idő, hogy akkor álljunk neki előkészíteni és abba foglalkozni. Tehát ez a három dolog volt, képviselőtársamnak ezt tudom mondani, amiről tárgyaltunk, és elnézést, de nem értettem a Kászabó nevét, és ezért volt az, hogy próbáltam a másik részre válaszolni, mert hát a két pályázat, mind a kettő energia valamilyen megtakarításról, valamilyen olcsóbbá üzemeltetési ócsításról van szó. Köszönöm szépen. Áttérnénk a véleményekre. Igen, ott elírás történt, az egyértelmű. Rátérnénk a véleményekre. Az első napi rendi pont első részével, ha valakinek véleménye van, az jelezze is. Ha nincs, akkor szavazásra kerül a sor. Aki az első napi rendi pont első részével egyetért támogatni tudja, azt kérem szavazzon. Köszönöm szépen. A jelenlévő képviselők egy hangulat támogatták a kérdések elhangzása után az első napi rendi pont első részét. A első napi rendi pont második része jelentés a lejárt határidejű határadatok végrehajtásáról. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy van-e kérdés a napi rendi ponttal kapcsolatban. Vélemény? Hogyha nincs, szavazásra kerül a sor, kérem képviselőtársaimat, hogy a gong elhangzása után, aki egyetért és támogatni tudja, a szavazzon.
Köszönöm szépen, a képviselőtestület támogatta és elfogadta a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A harmadik része az első napi rendi pontnak beszámoló az átruházott hatáskörbe hozott döntésekről. Kérdezem képviselőtársaim, az egy kérdés az átruházott hatáskörökbe hozott döntésről. Van-e? Vélemény? Hogyha nincs, szavazásra kerül sor, kérem képviselőtársaimat, hogy aki egyetért az első napi rendi pont harmadik részével, az a jelzés elhangzása után szavazzon. Köszönöm szépen, a képviselőtestület a jelenlévő képviselők egy hangú szavazatával támogatta, így az első napi rendi ponton túl jutottunk. Megkezdenénk a második napi rendi pontunk tárgyalását, az a Veolia Energia Magyarország ZRT szerződés módosítási kérelme. Bizottsági véleményt kérnék. Először a jogi egészségügyi bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság megtárgyalta a módosítás kérelmét, és a határozati javaslattal 6 igen egyhangú szavazattal egyetértett. Köszönöm szépen. Pénzügyi városfejlesztési bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal egyhangulag támogatja. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy a megismert kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdése valakinek van-e? Egy képviselőtársamat látom, Ander István képviselőmnek megadom a szót a kérdéshez. Bizottsági ülésen is már elhangzott, hogy két intézmény, Barcsi intézmény, a Klik és a Katasztrófa Védelem más utakon jár, mint az önkormányzat, a fűtési technológia bevezetésével vagy átalakításával kapcsolatban azt kérdezem, hogy történt-e ezzel a két intézményen megbeszélés, mert tulajdonképpen Barcson van, nem tudni, hogy hogyan alakul a jövő, őnekik is célszerű lenne ezt a környezetbarát fűtési technológiát bevezetni, amit majd ugye polgármester itt el fog mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más kérdés képviselőtársaimtól? Ha nincs, akkor megpróbálok rá válaszolni. Ugye egyeztetés nem volt, mert nekünk most jár le a szerződésünk, és ők előtte már megkötötték. Tehát úgy a Klik is az átadott az intézményekre, és úgy a Katasztrófa Védelem is az átadott intézményekre megkötötte a szerződést. Ugye a környezetbarát technológiákat ugyanúgy a Veolia ugyanott erőteti, és ugyanúgy, hogyha ha még amelyik, tehát nem csak ez, a következő időkben is belépő szerződéseknél, ugye a geotermikust, ami a rendelkezésünkre áll, és van benne még plusz kapacitás, azt próbáljuk használni. Ráadásul ugye, ahogy elmondta az igazgató úr, a régiós igazgató úr, teljesen nincs kihasználva, és még kellene. És azok az első éves problémák után lényegesen több energia lesz a geotermikusból felhasználva fűtésre, mert van olyan intézmény, ahol alig tudták használni, vagy éppen nem is nagyon használták a geotermikust, hanem csak gázzal ment. De azt is láttuk, hogy a geotermikus bevezetésével mekkora haszon, mekkora lehetőség van bent, hogy kevesebbet fizessünk ezért a szolgáltatásért, vagyis a fűtésért. És úgy gondolom az első évi átmeneti nehézségek, átalakítások, odafigyelés, beszabályozás után ez tisztességesen, rendesen fog működni. Én úgy gondolom, hogy ezt tudom mondani, tehát a két intézménnyel mi nem tudtunk tárgyalni, mert azoknak előbb járt a szerződésük, és amikor átalakultak, akkor nekik meg kellett kötni a szerződést, mert hát megváltozott a jogalap, és nem tartoztak hozzánk, ebből a szerződésből kiszálltak. Mi csak azokra az intézményekre, amik föl is vannak sorolva, mi azokkal tudunk tárgyalni. Köszönöm. Hogyha nincs több kérdés, akkor áttérnénk, hogy képviselőtársaimtól kérdezem, hogy véleménye a napi rendi ponttal kapcsolatban, javaslata van-e valakinek. Egy képviselőtársam jelenkezett, Remes Gábor úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, illetve képviselőtársaim.
A geotermikus rendszer üzemelésével kapcsolatban a Somogyi Béla utcának a Nagyhíd utca felüli végén lakók említették, hogy lehet, hogy véletlen egybeesés, de az elhasznált víznek a csatornába engedésével párhuzamosan gyakorlatilag egy hét késéssel megjelent náluk a pincékben, a mélyebben fekvő részeken a víz. Lehet, hogy nincs összefüggés a kettő köz, de ők úgy gondolják, hogy igen, nem tudom, erre lehetne valami megoldást kitalálni, mert visszanyomni nem kell a vizet, azt tudjuk, tehát jogszabályilag kedvezőbbé vált a felhasználás, de így az ingatlanok állaga esetleg veszélybe kerülhet. Ez az elmúlt szezonban így volt. Köszönjük. Köszönöm szépen. Van-e még vélemény? Megpróbálok rá választ adni. Természetesen a lakók jól látják, hogy ott az elfolyó víz, mert van fölösleges vízünk, és ami nincs visszasajtolva, az abba az árokba folyik le a Rinyához. Nem is a csatornában van visszaengedve, Rinyához folyik le. Úgy gondolom, hogy ez egyetlen egy helyen az Almás utca kereszteződésével okozhat esetleg gondot, de ott ki van kövezve, tehát ott nem mossa a partot, ott beton ágyba folyik a víz. Én úgy gondolom, hogy máshol nem tud, mert nem folyik közel a lakóházakhoz, hogy bármit tegyen. Ugye ezt a vizet a visszapréselésnél nem tudja a tulajdonos visszapréselni, de ugye erre a vízre nekünk, azért mondom, és nem is erőtettem, szükségünk van, akkor, hogyha a megyei fejlesztésnél a mezőgazdasági fejlesztést beindítjuk, és hogyha nem muszáj kutat fúrni ott, akkor ezt a felszabaduló vizet szeretnénk arra felhasználni, hogy ott a kertészetet fűtsük bele, akkor már nem fog folyni, mert akkor van annak a második üteme, amikor hal nevelő tavat szeretnénk, és ebbe szeretnénk összegyűjteni ezt a vizet, és onnan öntözésre és egyéb dolgokra használni. Valóban igazuk van fölösleges víz, amelyik nem megy vissza, de az új jogszabály szerint már nem is kell ekkora kutaknál visszapréselni a vizet, tehát az elhasznált, már lehűtött, vagy legalábbis részbe kihűlt vizet. Mi ellenben ezt a vizet szeretnénk használni, tehát megszüntetni nem akarjuk, és hogyha lehet, akkor addig a pontig meg is tartanánk, mert hát azért egy kutnak a fúrása ilyen 70 és 100 millió forint között mocorog, ha ezt meg tudjuk spórolni, mert ez a kut elbírja, és nincs más igényre, akkor erre szeretnénk használni. Igazuk van a lakóknak, az Almás utcai átvezetésnél ott úgy tudom, hogy az éjjel-nappalinak és a mellette lévő háznak lehet esetleg problémája, de akkor is csak akkor, hogyha nagy a vízállás, tehát hogyha olyan magas a vízállás folyamatosan, ez a víz, ami elfolyik, én is néztem, ez nem akkora mennyiségi, hogy ez problémát okozna. Valóban máshol a mélyebb részeken áll, ezért elnézést kérünk, de hogyha a fejlesztés beindul, akkor ezt a vizet föl fogjuk használni máshova, és teljesen máshol szegyűjtve. Ezt tudom mondani, és hát kérem a lakosság elnézését azért is addig. Ugye azt is lehet mondani, hogy ez mivel folyamatos vízfolyás lett, akár Békaneveldének is lehet csúfolni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem akkora probléma, amit nem tudtunk volna kezelni, vagy nem lehet kezelni, és arra való hivatkozás, vagy azt a félelmet, ami a lakosságban van, hogy az ingatlanokban az állag romlás beindul, ezt én most pillanatnyilag nem látom alátámasztottnak. Köszönöm szépen, más vélemény. Hogyha nincs, akkor a bizottságok által megtárgyalt, a képviselők által jól ismert anyagról szavazunk, vagyis a hosszabbításról, a két éves hosszabbításról. És ugye azért el kell mondani, hogy Balcsváros ellenkezőleg a többi intézménye azért kap is ebbe az anyagba, ahogy a testület már tud róla. Tehát el kell mondanunk, hogy ez a rendszer bővítve lesz, megújítva lesz, tehát az a fajta működés, amelyik most két különálló rendszer, egyrészt a gázfűtés, egyrészt a geotermikus fűtés, amelyik most csak külön-külön működik, és a kettő együtt nincs összekapcsolva. Ugye ezt egy hőcserélő rendszer beépítésével kértük, hogy akkor hosszabbítunk szerződést, hogyha ezt beépítik, és akkor az folyamatosan a geotermikus vizet kell csak följebb vinni, hogyha nagyon hideg van, és fűteni gázzal. Ez is egyfajta megtakarítás, és az a megtakarítás, ami ebbe az évben is már adódott, az én számításaim, vagy legalábbis a reményeink szerint ez tovább fog nőni, és még több, energiáfordított pénzt tudunk megtakarítani. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, és akkor szavazásra kerül a sor, aki a kettes napirendi ponttal egyetért, az szavazzon.
Köszönöm szépen, a képviselőtestület a kettes napi rendi pontot támogatta, a jegyzőasszony. Barcsváros képviselőtestülete a Veolia Energia Magyarország ZRT-vel kötött az előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. Köszönöm szépen. Rátérnénk a harmadik napi rendi pontunkra. A Balcsi 2. számú házi gyermekorvosi körzet megszüntetéséről és az orvosi védőnői körzetek területi beosztásáról szóló rendelet módosítása. Bizottság tárgyalta, a Jogi Egészségügyi Bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, megtárgyalta a Jogi Egészségügyi Szociálpolitikai Bizottság a napirendi pontot, és mind a határozattal, mind pedig a rendelet tervezettel 6-1 hangú szavazattal egyetértett. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt, képviselőtársaimat kérdezem, hogy a napi rendi ponttal kapcsolatban kérdés van-e. Horváth József képviselőtársam jelentkezett, parancsolj. Köszönöm, polgármester úr, képviselőtársaim. Polgármester úr, van egy közös történetünk, egy fogászati probléma, vagy hát orvossal kapcsolatban, és ugye jött volna egy fiatal orvos Barcsra dolgozni, és annyi probléma volt, hogy nem volt praxis. Most nem követjük el ugyanezt a hibát ezzel az gyermekorvosi rendelővel? Vagy körzettel? Köszönöm szépen a kérdést. Van-e még kérdés? Hogyha nincs, akkor megpróbálok válaszolni rá. Tehát ezt a hibát egyáltalán nem tudjuk elkövetni, ez egy kényszerhelyzet. Gyakorlatilag nincs három orvos, de el kell látni. A hibát akkor követnénk el, hogyha a gyermekorvosi rendelést megszüntetnénk, és egy vegyes körzetet hoznánk létre, ahol a gyerekeket nem külön szakorvos látja, de van még két szakorvosunk, ugye, aki el tudja látni, hogy meddig ezt nem fogom tudni megmondani, de addig, ameddig el tudja látni, addig mindenképpen két lehetőségünk van, ezt a rendszert fönntartani abban a rendszerben, amiben eddig is működött, csak egy körzettel kevesebbe, ugye, vagy pedig, és ez alatt az idő alatt próbálni keresni orvost, ugye, a fogorvosi rendelővel nincs nagyon pariba, ugye, mert a fogorvosi praxis, az magánpraxis, és ameddig ez van, addig csak magárendelőként jönhet ide bárki. Ameddig a két körzetünk működik, addig nem tudunk mit kezdeni vele. Ez a körzet, ez csak kevesebb lett, de mivel a kártya, ahogy az anyagban is szerepel, és elolvasták képviselőtársaim, annyira lecsökkent ebbe a hármas körzetbe, amit Lábodi doktor úr látott, de mivel elköltözött egyéb családi problémák miatt nem kívánja ellátni a kora miatt is, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a pár száz kártyát, ezt a két gyerekorvos között elosztjuk, természetesen velük tárgyalva, megegyezve, amit ők el is fogadtak, és elfogadták ezt a módosítási szerződést, amit most meg akarunk, illetve hát el akarunk fogadni és szentesíteni akarunk. Ugye én úgy gondolom, hogy ez a legjobb megoldás, amit ma most tehetünk. Bízom benne, hogy a fogorvosoknál arra, mire arra kerül a sor, hogy a praxis átadható, vagy akár a házi orvosoknál, addigra lesz olyan szakember, aki ezt be tudja vállalni, és ide jön Balcsra. Természetesen ezt megpróbálunk minden olyan feltételt, amit elérünk, vagy amit meg tudunk valósítani, ezt a rendelkezésükre bocsátani. Ennyit tudok mondani. Ha a kérdés nincs több, akkor rátérnénk a véleményekre. A képviselőtársaimtól kérdezem, hogy van-e valakinek a hármas napi rendi ponttal kapcsolatban véleménye. Ha nincs, akkor szavazásra kerül a sor. Aki egyetért azzal, hogy a hármas napi rendi pontban határozott javaslatban megfogalmazottak egyetért, azt kérem szavazzon. A napi rendi pont két szavazásból fog állni. Az egyik a rendelet, a másik pedig a tervezet. Ugye ez érdekes, akkor aki a határozati javaslat első részével, vagyis a rendelettel egyetért, az akkor vegyük úgy, hogy ezt előszavaztunk, mert ugye túl korán meg legyünk a gomb és szavaztunk. Ha ez ellen nincs kifogása a képviselőtestületnek, akkor ezt így vennénk, és akkor szavaznánk a napi rendi ponton is a határozati javaslatról, a második részéről, a tervezetről, az elosztásról és az egyéb dolgokról. Aki egyetért a határozati javaslat második részével, vagyis a tervezettel, azt kérem most szavazzon. Thank you.
Köszönöm szépen, képviselőtársaim, támogatnák a határozati javaslat mindkét pontját, jelzőasszony. Barcsváros önkormányzatának képviselőtestülete a Barcsi 2-es számú házi gyermekorvosi körzetet 2015. augusztus 31 napjával megszünteti, és a körzet ellátási területét 2015. szeptember 1 napjától az 1. számú és 3-as számú házi gyermekorvosi körzetek ellátási területéhez rendeli, a mellékelt rendelettervezet 1-es számú mellékletében foglalt területi beosztás szerint. Dr. Rajnai Erzsébet és dr. Iván Ferenc gyermekorvosok ügyeleti rendszerben való közreműködésére nem tart igényt, a feladatellátási szerződések módosítását rendeli el ennek megfelelően. Felkéri a kistérségi járóbetegellátó központ igazgatóját a működési engedély módosítására. Felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási szerződések módosításához szükséges okiratok, valamint a feladatellátási szerződés ügyeleti kötelezettség nélküli aláírására. Köszönöm szépen, jegyzőasszony. Rátérnék a 4-es napirendi pontunkra. Barcsváros óvodája és bölcsődéje intézmény 2015-16 tanévre vonatkozó munkatervének jóváhagyása. Üdvözlöm igazgatóasszonyt, látom, hogy elfoglalta a mikrofonnál a helyet. Bizottsági véleményt kérnék, az Oktatási Művelődési Bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak! Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és 6 igen szavazattal egyhangulan támogatjuk, javasoljuk a testületnek elfogadásra. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Megkérdezem igazgatóasszony, hogy van-e kiegészítése az anyaghoz? Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kiegészíteni valóm a munkaterv 2/4-es pontjához lenne. A 2/4-es pontban a nevelés nélküli munkanapok vannak felsorolva. Ezt minden évben, szeptember hónapban, évkezdéskor mind az 5 munkanapot az óvodák fali újságára információként a szülők részére kitűzzük, és ezzel kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy mind az 5 munkanapon, ha a szülők igénylik, a gyermekfelügyeletet, étkezést biztosítani tudjuk. Az óvodák zárva tartanak, de egy óvodában biztosítani tudjuk igény szerint. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen, igazgatóasszony. Ez egy plusz, amit még a óvodák bölcsődék bevállalnak. Én úgy gondolom, hogy ezek után a képviselőtársaimtól kérdezem, hogy az anyaggal kapcsolatban kérdés van-e? Kérdezőt nem látok, jelenkezőt nem látok. Megkérdezem, hogy vélemény van-e képviselőtársaim részéről. Jelenkezőt nem látok, szavazásra kerül a sor. Aki a 4-es számú napirendi pont határozati javaslatával egyetért, az szavazzon a gong után. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen. Jelenlévő képviselők egy hangulat támogatták a határozati javaslatot. Jegyzőasszony, parancsolja. Barcsváros képviselőtestülete Barcsváros óvodája és bölcsődéje intézmény 2015-2016 tanévre vonatkozó munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóvá hagyta. Köszönöm szépen. Rátérnénk a 5-ös napirendi pontunkra. Ez Barcsváros óvodája és bölcsődéje alapító okiratának módosítása. Bizottságok tárgyalták, kérem a jogi egészségügyi szociális bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, megtárgyaltuk a napirendi pontot, és az alapítókörök módosításával 6 igen egyhangú szavazattal egyetértettünk. Köszönöm szépen, Oktatási, Művelődési, Sportbizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést, és 6 igen szavazattal egyhangulag támogatjuk, javasoljuk elfogadásra. Köszönöm.
Köszönöm szépen a bizottsági véleményeket. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés a napi rendi ponttal kapcsolatban. Vélemény. Jelenkezőt nem látok, szavazásra kerül a sor. Kérem képviselőtársaimat, hogy a jelzés elhangzása után szavazzanak. Köszönöm szépen képviselőtársaim, egyhangulag támogatnánk a határozati javaslat részét, jegyzőasszony. Varcsváros önkormányzata képviselőtestülete az előterjesztés egyes mellékletét képező a Varcsváros óvodája és bölcsődéje alapító okiratát módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt az előterjesztés kettes mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert azok aláírására. Köszönöm szépen. A hetedik napirendi pontunk, vagy a hatodik napirendi pontunk következik. D'Angelo Kft. Telekhatár rendezési kérelme. Bizottság tárgyalta, pénzügyi városfejlesztési bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangulag támogatja. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy az anyaggal kapcsolatban kérdést kíván-e valaki feltenni? Véleményt? Jelenkezők nem látok, szavazásra kerül a sor. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy a jelzés elhangzása után szavazzanak. Köszönöm szépen, képviselőtársaim támogatnák a határozati javaslatot, jegyzőasszonyt, legyen szíves. Varcsváros képviselőtestülete a telekhatár rendezéshez tulajdonosi hozzájárulását megadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a földhivatali eljáráshoz szükséges dokumentumok aláírására. Utasítja a polgármesteri hivatalt a földhivatali átvezetést követően a vagyonrendelet módosításának előkészítésére. Köszönöm szépen. A hetes napirendi pontunk következik. A Biocom Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrész értékesítése, valamint a Mecsek-Drába programmal kapcsolatos vagyonkezelő jog alapítása. Bizottságok tárgyalták, először a Jogi Egészségügyi Bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, megtárgyaltuk a napirendi pontot. A határozati javaslatban szereplő két ponttal, mert ez kettő pontból áll, mind a kettő ponttal egyenkénti szavazással 6 igen szavazattal egyetértettük. Köszönöm szépen. A Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatban szereplő mindkét pontot 6 igen szavazattal egyhangulag támogatjuk. Köszönöm szépen. Két bizottság tárgyalta a két bizottság véleményét. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kíván-e valaki kérdést föltenni a napi rendi ponttal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok, megkérdezem, hogy véleményt valaki kíván-e nyilvánítani a napirendi ponttal kapcsolatban. Ha nincs, szavazásra kerül a sor, két szavazásról van szó itt is. Azt kérdezem képviselőtársamat és kérem, hogy a jelzés elhangzása után a határozati javaslatban lévő első résszel, aki egyetért, az jelezze. Köszönöm szépen, képviselőtársaim támogatnák. Kérem, hogy a határozati javaslat második részéről szavazzunk a gong elhangzása után. Köszönöm szépen, képviselőtársaim támogatnák. Jegyzőasszony, légy szíves. Varcsváros képviselőtestülete akként határozott, hogy a Biocom Nonprofit Kft.-ben meglévő 203.232 forint névértékű az önkormányzat tulajdonát képező osztatlan közös tulajdoni hányadot a mellékelten csatolt üzletrész adásvételi szerződésben írtak szerint értékesíti a Mecsek-Dráva önkormányzati társulás javára az üzletrész névértékével megegyező tételáron.
A képviselőtestület felhatalmazza Karvali Csotto polgármestert, hogy az üzletrész értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó jognyilatkozatokat Varcsváros önkormányzata nevében aláírja. A Mecsekdráva önkormányzati társulás tanácsa 16/2014 számú határozata alapján Varcsváros önkormányzatának képviselőtestülete egyetért a Mecsekdráva hulladékgazdálkodási program települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése projektben megvalósult létesítmények, eszközök felvett vagyonkezelői jogalapításával és felhatalmazza a társulási tanácsot a kijelölt üzemeltetővel a vagyonkezelői szerződés megkötésére. Köszönöm szépen. A 8-as napirendi pontunk következik. A Pécsi Tudományegyetem és Balcsvárosa önkormányzata között 3 darab kollégium férőhelyre kötött szerződés meghosszabbítása. Bizottság tárgyalta, az Oktatási, Művelődési Sportbizottság, kérem a véleményt. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és 6 igen szavazattal egyhangulag javasoljuk elfogadásra a testületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság véleményét. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kíván-e kérdést föltenni az anyagokkal kapcsolatban. Egy jelenkezőt játok, Vander István képviselőtársamnak megadom. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, én azt kérdezem, hogy tulajdonképpen ez a 3 férőhely, ami nekünk van, összhangban van a város érdekeivel. Én gondolok itt a nehéz egészségügyi problémákra, ami jelen pillanatban is jelentkezik. Hogyan valósul meg, vagy más mutatók alapján történik az elosztás? Köszönöm. Én köszönöm szépen a kérdést, mivel más jelenkezőt... Ja. Én ezt gondoltam, tehát kicsit gyors voltál. Én ezért nem is kívánok rá válaszolni, mivel bizottsági hatáskör a helyeknek az elosztása, ezért megkérem tanácsnok asszonyt, hogy válaszoljon a kérdésedre. Igen, egy kicsit gyors voltam, elnézést kérek érte. Ugye itt a 3 főről van szó, és az eddigi évek tapasztalatai azt mondatják velünk, hogy szükség van erre. Az, hogy milyen alapon és hogy bírálja el a bizottság. Ugye most már a napokban kiérkeztek, és a hallgatók megkapták azt, hogy kollégiumi férőhelyet kaptak-e, vagy sem. Ugye ez alapján mi kiírjuk a pályázatot, és tudnak pályázni. Természetesen szociálisan rászorult diákok, hallgatók tudják ezt igénybe venni, és mindazok, akik jelölték annak idején, hogy ők majd igényt tartanak az önkormányzati férőhelyre, amennyiben nem kapják meg a kollégiumi férőhelyet. Tehát nyilvánvaló, most ez a folyamat most indul be, és én tulajdonképpen örülök annak, hogy a város újra ebben támogatást nyújt a hallgatóknak, és segítséget nyújt, igaz, 3 fő, de előfordult már olyan, hogy nem volt teljesen kihasználva, mert máshonnan is lehetőséget kaptak. Én azt gondolom, hogy ez a 3 lehetőség, ez fedezi azt, amire a városnak szüksége van. Köszönöm. Köszönöm szépen, tanácsnok asszony. Elfogadható, rendben van. Megkérdezem képviselőtársamat, véleményt kíván-e nyilvánítani az anyaggal kapcsolatban. Két jelenkezőt látok, először Kertani Horváth Editnek adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, hogy nem lehet kérdés ennek a napirendi pontnak a fontossága akkor, amikor a televízióban, rádióban mindenütt azt halljuk, hogy még a ponthatárok megállapítása előtt már albérleteket keresnek a fiatalok, mert annyira kicsi a lehetőség. Tehát azt gondolom, ha csak 3 fiatalnak tudunk ezzel segíteni, akkor, és nem annyira borsos áron, nyilván ez kiderül az előterjesztésből, akkor azt gondolom, hogy ez egy városnak szinte nem hogy lehetősége, hanem kötelezettsége. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Kisem János Antinának adom meg a szót. Parancsolj. Én maximálisan csak üdvözölni tudom ezt a hozzáállást a város részéről. Nekem egyetlen egy számította meg itt a szememet, hogy 2004 óta van gyakorlatilag, most 2004 óta nekünk gyakorlatilag ugyanezért a pénzért kapjuk ezt az albérletet. Tehát igazából ez kérdésvélemény, vagy kollégiumot, bocsánat, kollégiumot, elnézést. Tehát gyakorlatilag 11 éve ugyanannyit fizet az önkormányzat ezért a kollégiumért, nekem ez egy picit furcsa, hála Istennek egyébként hozzáteszem. Tehát ez nekünk ez csak jó, tehát maximálisan pozitívan hozzáállván. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más jelenkezőt nem látok, lezárom a véleményeket is. János, ez egy
kijelölési lehetőség csak, hogy mi mondjuk meg, hogy a kollégiumba kikapjon férőhelyet és hol. Ugye ez az árat nem befolyásolja, ennek a kijelölésnek a lehetősége azóta ugyanez az ár. Egyedül, ahogy az előterjesztésben láttátok, nem kívánjuk előre egybe kifizetni a teljes szerződés időtartamára ezt, hanem évenként tesszük hozzá ezt a költséget. Tehát ez nekünk jó, mert ez a pénzzel addig mi gazdálkodunk. Én úgy gondolom, hogy ez így rendben van, és ez nem férőhely, ez férőhely kijelölése. Tehát bármelyik intézménybe, amelyik ahhoz az intézményrendszerhez tartozik, és ahhoz a kollégiumhoz, vagy az a kollégium, ami hozzájuk tartozik, kijelölhetünk helyet, hogyha van itt nálunk jelenkező. Eddig még mindig volt, abban az egy évben, mikor valamiért elcsúszott, akkor is azért föl lett töltve ez a hely, hogyha jól tudom. Köszönöm szépen, ennyit tudtam volna mondani. Akkor a 8-as napirendi pont arról szavazás következik. Aki egyetért a 8-as napirendi pont határozati javaslatával, az a jelzés elhangzása után szavazzon. Köszönöm szépen, a testület egy hangulag, a jelenlévők egy hangulag támogatták a határozati javaslatot. Barcsváros önkormányzata képviselőtestülete felhatalmazza Karveli Csottó polgármestert a Pécsi Tudományegyetem és Barcsváros önkormányzata közötti kollégiumi férőhely megváltására vonatkozó megállapodás megkötésére. A férőhely kijelölési jog díjára 2015 évben fizetendő 150 ezer forint fedezetét az általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja, a következő években a 150 ezer forint betervezését az önkormányzat költségvetésébe elrendelte. Köszönöm szépen. Rátérnénk a testületülés elején fölvett és itt kiosztott napirendi pontra. Ennek a címe a Linkwing városával való testvérvárosi kapcsolat felvételéről szóló előterjesztés. Én ugye, mivel ez angolul jött, és le kellett fordítanunk, ezért nem tudtuk még bizottság elé vinni, mert nem volt idő. Megpróbáltuk tájékoztatni képviselőtársainkat egyrészt a lefordított szöveggel, egyrészt e-mailbe kiküldtük azokat a képeket, igaz, hogy kínai és angol fölírással, ugye, amiket ez a város küldött. Én annyit mondanak el tájékoztatásról, hogy minket megkerestek, van egy budapesti kínai iroda, amelyik ilyen kapcsolatok teremtéséhez, létrehozásához, összehozásával dolgozik, és azt válaszoltuk, hogy testület elé visszük, és ahogy a testület dönt, folytatni kívánja ezt a kapcsolatfelvételt, vagy nem. Ugye nekem is furcsa volt, mert én is hát egyrészt angolul nem tudok, kínaiul meg még úgy sem, de úgy gondolom, hogy Barcson kevesen tudnak kínaiul, de az, amit lefordítottak, és az, ami ott le van írva, úgy gondolom, hogy felkeltette az érdeklődésemet, és ezért azt mondtam, hogy a testületnek erről dönteni kell mindenképpen, mert én ott sok mindent látok elsősorban, ami nekem megütötte a szemület, vagy észrevettem legelőször ugye mindenféle kulturális kapcsolatok, amikor egy testvérvárosi kapcsolat felvételénél tárgyalunk, ezek az elsők, de van ott egy sor, hogy fejleszteni kíván gazdasági kapcsolatokat is. Én úgy gondolom, ez az a pontos sor, amire nekünk lehet, hogy nagyon szükségünk van, de nem tudom, hogy mi lesz ebből. Most csak azt kérem, hogy folytathatjuk ezt a tárgyalást, és szükség van erre a kapcsolatra. Azt is látjuk, hogy a lépték, ami a Kína és Magyarország között van, az körülbelül az, hogy itt a 12 ezeres város durván megfelel az ott 750 ezer lakosú városnak, és hogyha megnéztük, amit leírtak a gazdasági részekről, ott olyan növekedést írtak le, 30% fölötti GDP, meg egyéb dolgok, ami nekünk most itt pillanatnyilag majdnem azt mondom elképzelhetetlen, de hogyha ebből bármit tudunk profitálni, bármibe be tudunk szállni, bármilyen olyan kapcsolatot tudunk összehozni, akkor az nekünk csak jó lehet. Én azt kérem a képviselőtársaimtól, hogyha ezt áttanulmányozva, átolvasva az angol szöveg magyar fordítását, és ezt támogatni tudják, akkor engedjék meg, hogy tovább folytassuk ezt a tárgyalást, és természetesen a szerződés idejön. Annyit még elmondok, hogy ez különösebb pénzbe nem kerül nekünk a mostani tárgyalásaim információm alapján, mert a kínai fél azt mondta, ő utazik ide, aláírjuk itt a szerződést, és minden költséget vállalnak. Annyit is mondtak, hogy ha a balcsi küldöttség szeretne menni Kínával kapcsolat
realizálása után, akkor nekünk csak a repülőjegyet kellene fizetni, de az se kutyaütő pénz, tehát ezt majd meglátjuk. De én nem is elsősorban azért, hogy kiutazzunk, azért látom ennek a fontosságát azért, amit leírtak, és az a fajta kapcsolat, ami létrejöhet, hangsúlyozom, egyelőre arról beszélünk, hogy létrejöhet, és annak a hozadéka akár munkahelyekbe, akár fejlesztésekbe ebbe a városba elindulhat. Én úgy gondolom, hogy én személy szerint támogatom, hogyha képviselőség társaim is támogatni tudják, akkor arra kérem képviselőtársaimat, hogy engedjék meg, hogy tovább folytassuk a tárgyalást, és majd a tárgyalások végén, mikor már részleteket tudunk, vagy szerződést lesz a kezünkbe, akkor természetesen még egyszer bejövünk és döntünk róla. Ezek után, mivel ez egy szóbeli előterjesztés volt, megkérdezem, hogy mindenki megkapta-e az e-mailt, ki tudta-e nyitni? Ugye, mert azért lényeges, hogy annyit még elmondok, hogy a képek alatt lévő szöveg nagyjából megegyezik azzal a szöveggel, a csak részletekre bontva, ami tulajdonképpen a fordításba ki lett osztva, és hogy mondjam, tájékoztatva lett róla a képviselőtestület. Én ezek után megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a felvett napirendi ponttal kapcsolatban kérdése kinek van. Két jelentkezőt látok. Először megadom a szót Remes Gábor úrnak. Köszönöm, polgármester úr, képviselőtársaim. Egy ilyen egyszerű kérdésem volna, hogy a jelenleg Balcson élő kínaiak közül van-e olyan, aki ennek a régiónak lakója, elszármazottja, kvázi képviselője lehetne közvetlen vonalon. Köszönöm szépen, ha tudunk róla. Köszönöm szépen. Molnár Anikó jelentkezett, még képviselőasszony, parancsolj. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, a kérdésem a következő lenne, hogy konkrétan hogyan történik ez a kapcsolatfelvétel ezzel a testvérvárossal? Köszönöm. Leendő testvérvárossal. Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok, megpróbálok válaszolni. Az elsőre nagyon egyszerű, nem tudom. Ugye eddig még nem jutottunk el, és természetesen, hogyha az itt élő kínaiak közül bárki van, akkor az a tárgyalások folyamán ki fog derülni, mert bevonjuk őket ráadásul. Én ahogy láttam, ugye a rendezvényeken van egy kis kínai kislány, akik egészen tehetséges sok mindenben ide jár iskolába. Én nem tudom ezt megmondani, tehát lehetséges, hogy van, de Kína akkora ország, mint ahogy láttuk a léptéket, hogy 10 ezer és 750 ezer, ugye, hogy ilyen kapcsolatot keresnek. Tehát én úgy gondolom, hogy erre majd a későbbekben fogunk tudni választ adni, de mindenképpen az itt élő kínaiakat is szeretnénk bevonni ebbe, mert hát, hogyha már Kínával veszik fel a kapcsolatot, és nálunk van potenciális kínai ember, aki itt él, nálunk itt tevékenykedik, sőt, még úgy tudom, adót is fizet, ugye? Akkor innentől kezdve természetesen nem hagynánk ki ebből. Ugye a kapcsolatfelvétel hogyan történik, nem tudom, szintén ezt mondom, de azért annyit el tudtam mondani, ugye, amit az előzőekben elmondtam, hogy a kínai fél az ideutazást, a kapcsolatfelvétel teljes költségét vállalta, tehát nekünk nem kerül semmibe, itt írnánk alá először a szerződést, ugye, és utána hát elmondtam, hogy azt is bevállalták, hogy ott teljes ellátást kapna a küldöttség, ha kimegy, ha ott is úgy gondolják, hogy ott kint is alá kell írni, ugye, de ezekre a részletekre nem tudok választ adni. Ebben az esetben csak a repülőjegy árát azt nem finanszíroznák, különben a teljes kapcsolatfelvétel árát, sőt azt mondták, hogy az étkezésüket, a szállásukat, ők mindent kifizetnek itt nekünk, hogy ez ne kerüljön pénzbe, amit mi ugye hát majd eldöntjük, hogy bevállaljuk vagy nem vállaljuk, hogyan látjuk el őket. De úgy gondolom, hogy első tárgyalásra ez egy aránylag, hogy mondjam, a további induláshoz, a folytatáshoz elég információ, aztán a részletekben, hogy mi fog kiderülni, majd elmondom. Most pillanatnyilag nem tudom, ezt tudom mondani. Több jelentkezőt a kérdésre nem látok, megkérdezem képviselőtársaimat, hogy véleménye képviselőtársaimtől kinek van. Egy jelentkezőt látok, Vekeri József, nyit parancsolja, Anikó. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak! Ugye itt ez a szóbeli előterjesztés, és itt, amit a kezembe tartok is, így első olvasatra érdekesség számba megy nekem, és kíváncsivá is tesz.
és én is úgy vagyok vele, hogy nyilvánvalóan ami a városnak jó lenne, és ami érdekünk van, hogyha ebből mi ezt ki tudjuk aknázni, hiszen megkerestek bennünket, úgy tűnik, akkor én azt gondolom, hogy ezt támogatni lehet, és nyilván még ezer kérdés föl fog merülni a tárgyalások folyamán és a folyamat lebonyolítása során, de én azt gondolom, hogy ezt akkor kezdjük el, és hát ha sok mindenben jó lesz nekünk a városnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más jelenkezőt véleménynyilvánításra nem látok. Szavazásra kerül a sor. Azt kérem képviselőtársaimtól, hogy a jelzés elhangzása után szavazzunk. Köszönöm szépen. A jelenlévő képviselők támogatnák azt, hogy folytassuk ezt a tárgyalást. Jegyzőasszony határozati javaslatot lép szíves ismertest. Barcsváros önkormányzata képviselőtestülete felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert, hogy Linking városával való testvérvárosi kapcsolat felvételéről szóló tárgyalásokat lefolytassa. Köszönöm szépen, a nyilvános ülésünk véget ér, zárt ülés rendeleken. Ismertetném a képviselőtestület zárt ülésen született határozatait. A testület a Barcs Antal Terézia út 5 szám alatti ingatlan értékesítési szerződését módosította. A testület 5 családot vett fel a lakásbérleti ajánlattevők cserelakásra várók névjegyzékére. 2 önkormányzati bérlakás bérbeadásáról született döntés, valamint 9 fő esetén hosszabbította meg az önkormányzati bérlakások bérleti jogát a képviselőtestület. Köszönöm a figyelmet!